Grumics, Szatmári. És van egy beinduló ember, Kollert elengedi az asszisztens, jön a kapus, Koller elviszi mellette, és csak be kell, hogy sétáljon a Pécs vezető góljával. 1-2. A Liga Kupa után a bajnokságban is gólt szerez Koller Krisztián a Videóton ellen, és a pécsiek a második félidőben fordítanak. Tuivel egy gondolattal később indult, és így aztán Koller érte el a labdát. Szatmári alig, hanem jó ütemben indít, ez elfogadható, bár nem perdöntő a kamera, hogy egy vonal volt. Koller pedig szépen átveszi a kapu felé, és aztán csak be kell, hogy passzolja, mielőtt Caneira utolérné. Hát ebből egyelőre nem mondj nagy különbségű győzelem, de még sima győzelem, vagy akár pontszerzés sem lesz az ezüstérem megünneplése előtt. Negyed órája van a Vidinek. Ez bizony fejfogós történet.